Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok Veszprémből, és most megmutatom nektek ezen a babán, hogy mit csináltam a hajammal 12 éves koromban körülbelül, amikor egy hosszú, egyhossz hajam volt, körülbelül a hátam közepéig ért, és kitaláltam, hogy legyen benne átmenet, és ezt én valahogy levágom és megvalósítom, mert úgy éreztem, hogy mivel fodrász akarok lenni, nekem ez sikerülni fog. Megmutatom, amit akkor csináltam, és aztán elmagyarázom, hogy miért nem valósult ez meg tökéletesen. Ennek a babának ezt a videót egyszer már felvettem, csak nem volt rajta hang valamiért, úgyhogy most fel kell vennem még egyszer. Szóval ennek a babának egy hosszú, egyhossz haja volt, és egyszer már levágtam. De most megcsinálom még egyszer, megismétlem, ami addig történt. Egy picit feljebb emelem a kamerát, hogy lássátok jól. Tehát az itt a lényeg, hogy a feje búbján össze van kötve egy szófba, ezt szépen mindet idefésültem, ez eddig még megvoltam én is a saját hajammal, szépen megcsináltam, és utána felemeltem, és itt egy ponton levágtam. Na most ez körülbelül pont így sikerült, mint ez, hogy láthatjátok, hogy hát ez nem tökéletes, de most levágom egy kicsivel rövidebbre, és utána kibontom, és megnézzük, hogy hogy sikerül ez a hajvágás. Mert ugye TikTokon is és YouTube-on is elég sok ilyen videó van fent, már egy jó ideje, hogy otthoni hajvágás megoldások. Miért is nem kell fodrászhoz menni, de aztán majd mindjárt meglátjátok, hogy azért el kéne menni fodrászhoz. Na most ez a fodrász olló, ez ugye műhaj. Ez tanulókoromban volt az ollom koromban. Ezt eddig ezzel vágtam, de most azt hiszem eljött az a pont, amikor ezt géppel fogom levágni. Mert sokkal egyszerűbb lesz az úgy. Szóval megmutatom szemből is, hogy lássátok, hogy nem csalás, nem ámítás. Na. Szóval tehát, itt van a coffunk. Én mutatom szerintem. Kiveszem belőle a gumit. És ugye, lett egy ilyen hajunk, ami ugye meglepően hosszú, azért ilyen hosszú, látszik ott ugye, azért ilyen hosszú, mert ugye ahogy felhúztam a hajakat ide, a tarkótól is, itt ugye itt a fejtetőn lett a legrövidebb, mert ugye minden ide volt húzva a cofhoz. Na most ezt átfésülöm, és utána mutatom. Itt láthatjátok oldalt a problémát. Hogyha azért fodrász csinálná ezt nektek, akkor így szerintem nem szívesen fizetnétek érte. Ugyanis ez ilyen mindenféle koncepció nélkül van ez az átmenet itt benne a hajba, és amint látszik, remélem, hogy látszik, látjátok, tehát nem folytonos ez az átmenet, illetve itt van is benne egy lyuk keletkezett. Ugye ez volt az, ami a fül fölötti rész, ott a füle, na, az persze pont nem látszik, szóval, hogy ott van a füle, ez az, ami ugye itt volt felül. Hajvágásban ilyen hibát azért nem követünk el, hogy itt felugrik a haj. A hátuljával tehát ez nincsen jól összekötve, így most már egyértelműen látszik, ennek itt rövidebbnek kellene lenni, és itt kellene, hogy legyen egy átmenet. A másik oldalán szerintem ugyanez a baj,
Így van, ott is. Ez szépen szimmetrikusan fésültem fel. Úgyhogy a cof az, hála Isten, jól sikerült, ezért mind a két oldalon ugyanaz a hiba történt. Aztán, hogyha megnézzük hátulról, ide húzom a kamerát, hogy így jobban lássátok. Hátul lett egy V alakunk, legalábbis egy valami hasonló, ugye? Viszont, hát ugye ez sem szép, és sajnos, én azt hiszem, hogy ez már ott nem fog látszódni, de nagyon egyenetlen az alja, és szálak így kilógnak belőle mindenfelé. Ez is azért, mert ugye pontatlan az egész hajvágás. Aztán, hogyha megnézzük az elejét, akkor itt nagyon vastag a legelső tincs, és ugye ezt már az oldalán is mutattam, hogy nincs összekötve ez az első tincs ezzel a hosszabbodó résszel. Szóval ez a hajvágás így egyébként nem lenne rossz, hogyha hát hogyha jó lenne. Tehát maga az elképzelés az tökre megállja a helyét, hogy felfésülöm a legmagasabb pontjára a fejnek, ami ugye itt van, ott a fejtetőn, hogy oda én felfésülöm a hajat egy szépen összefésült cofba, és ott egy ponton levágom. Ez eddig oké. Okay. Csak mivel láttátok, hogy milyen vastag volt a cof, azt nem tudott szépen levágni, sem ollóval, sem géppel, se semmivel, ezért ahogy aztán így leesik a haj, nem lesz tökéletes benne az átmenet, és sajnos még hátul, hogyha megnézzük, nagyon vastagok is ezek a layer, de mi az magyarul? Ezek a rétegek. Már tudok ám magyarul, csak tehát, hogy nagyon vastagok ezek a rétegek, és ettől nem lesz szép az esése az egész frizurának, illetve ez egy tipikusan olyan dolog, hogy így mondjuk még azt mondom, hogy oké, okay, tegyük fel jó is, mondjuk így elmegy, ha veszel föl egy sapkát, meg hunyorogsz, meg alkonyat van, akkor végül is annyira nem feltűnőek a hibák talán. De ez a frizura nem fog működni egy-két hónap múlva, mert nem a te hajadhoz, és nem a te vagyis nem a te forgóidhoz lett levágva. Tehát amikor egy fodrász szépen passzénként, tehát leválasztásonként vágja a hajat, akkor mindig figyelembe veszi az, hát az arcformádat az nyilván, de a fejformádat is. A fejforma ugye az, amin a haj kinőtt, arcforma meg, amin az arcod van. Tehát a fejformádat, illetve a fejeden lévő forgókat, amik eltolják és megemelik, vagy máshol meg lelapítják a hajadat. És mivel így passzénként levágva, hozzád igazítva, személyre van szabva a haj, ezért 2-3 hónap múlva is, amikor nő a hajad, akkor is jól tud viselkedni, és oda fog esni, ahova te akarod. Amikor meg csak így ötletszerűen valahogy le van vágva, akkor sajnos ugyanez nem mondható el. Na, örülök, hogy ezt megmutathattam. Legközelebb is mutatok valami jót nektek.